Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves sportbarátok, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit a Mezőtúri Atlétikai Futballklub Spartacus Sportegyesület nevében. A mai sportbála 100 éves Mezőtúri AFC jubileumi rendezvény sorozatának méltó lezárása, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan jegyet váltottak a mai sportbárra. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem köreinkben Herceg Zsolt országgyűlési képviselőt, a Mezőtúri AFC Spartacus Sportegyesület elnökét. Kérem, képviselő, fáradj ki ide mellém. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Mezőtúrváros polgármesterét, Szücs Dánielt. Külön tisztelettel köszöntöm Szűcs Lajost, a Mezőtúri AFC Spartacus Sportegyesület elnök helyettesét. Kérem, Lajos, fáradj ide te is. És természetesen, ahogy már mondtam, külön tisztelettel köszöntök minden kedves vendégünket és sportbarátot, aki a mai estét itt tölti. Köreinkben egy nagy taps önöknek is, nektek is jár. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, felkérem Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, a MAFC elnökét, tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök helyettes úr, tisztelt jelenlévő sportvezetők, tisztelt vendégeink, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt évben ünnepeltük egyesületünk megalapításának 100. évfordulóját, a ma este folyamán pedig erre fölkerül a korona. Remélem, hogy méltó módon, és nem lesz semmilyen atrocitás a bál során. Tisztelt jelenlévők, nagyon fontosnak tartom az egyesület vezetőjeként, Mezőtúrváros egyköri polgármestereként, most országgyűlési képviselőként is, hogy van nagyon sok sportegyesületünk, de amely az én szívemhez a legközelebb áll, itt Mezőtúron az a mi egyesületünk, ahol az én őseim is valamikor sportoltak, és annak idején 1923-ban, amikor megalakult, a legendás polgármesterünk, dr. Spett Ernő lett az első elnöke, és bábáskodott az egyesület megalakítását követően azért, hogy működni tudjon. Ugye, mint minden szervezet életében voltak napsütéses napok, viharos időszakok, de még mindig itt vagyunk, és nagyon bízom abban, hogy ez még hosszú időn keresztül így lesz. Én szeretnék köszönetet mondani minden sportvezető kollégámnak, az elnökség tagjainak, a mellettem álló két fiatalember is egyébként, vagy a polgármester úr is tagja az elnökségnek, és hát nem utolsó sorban az edzőknek, minden játékosnak, mindenkinek, aki azért dolgozik, küzd, hogy az egyesületünket méltó módon tudja képviselni, és hát az egyesületünk képviselete által a városunkat is képviselik, amikor felmennek a küzdőtérre, és sportszerű küzdelemben megmérkőznek az ellenféllel. Tisztelt jelenlévők, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy az egyesületünk számos, több száz fiatal részére biztosít sportolási lehetőséget. Ez legalább olyan fontos, mint a versenysport, illetve a felnőtt csapatoknak az eredményessége, hiszen a fiatalok a sporttól rendkívül sok dolgot kapnak. Felkészíti őket az életre, nagyobb esélyük lesz arra, hogy egészséges felnőtté váljanak, és sok olyan dolgot megtanulnak, ami ha elindulnak, felnőtté válnak az életben, akkor azt szépen tudják hasznosítani az életük során. Köszönöm még egyszer mindenkinek azt, hogy ezért a közösségért dolgozik, és külön szeretném megköszönni az egyesület támogatóinak azt, hogy folyamatosan segítik az egyesület munkáját, működését. Arra kérek mindenki, hogy erejéhez mérten továbbra is támogassa a közösségünket, hiszen egy nagyszerű dologról van szó, és ezt vinni kell tovább. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket az est hátralévő részére mindenjüknek. Kellemes estét, nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, elnök úr, megnyitó gondolatait. Fölkérem Metszőtúrváros polgármesterét, Szűcs Dániel urat, ő is hozza meg a mai estével kapcsolatos gondolatait önökkel. Jó estét kívánok, kedves hölgyek és urak, kedves sportbarátok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Metszőtúrváros önkormányzat, illetve a magam nevében. Régi célunk volt, hogy ezt a sportbálat megrendezzük. Bízom benne, hogy nem sértődik meg, hogy név szerint fogom említeni, de Erdősi Gyula barátom hosszú-hosszú évek óta egy-egy labdarúgó mérkőzés vagy kézlabda mérkőzés után a pihenő szektorban, azaz a sportpálya büfé szekciójában számtalanszor kérte, illetve kérvényezte, hogy ugyan egyszer végre hozzuk már össze ezt a sportbált, hiszen rendkívül régóta vágyunk arra, hogy a sportszerető mezőtúri közösség együtt mulathasson, együtt bulizhasson. Nagy taps a mesternek, így van. És a legjobb történeteket egy este alatt megoszthassuk egymással. Én nagyon örülök, és most szeretném megköszönni, kihasználva az alkalmat, hogy itt lehetünk a mai estén, és a legjobb történeteinket, a legboldogabb gólörömöket, a legjobb pillanatokat a ma este folyamán megoszthatjuk majd egymással. Szeretném megköszönni azoknak a szervezőknek külön, akik nélkül ma nem lehetnénk itt, és bízom benne, hogy a felsorolásból senkit nem fogok kihagyni, aki a szervezési részből rendkívül komolyan kivette a részét. Dóczi Bodor Márti, kedves feleségem Szűcs Orosz Anna Mária, Jenei József, Dóczi Norbert, nekik is szeretnék egy-egy tapsot kérni. Pete Lajos, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Kft. Ügyvezetője is nagyon kitett magáért. Tóth Ádám kollégám, valamint Zvolenszky Attila, nekik is kérnék szépen egy-egy nagy tapsot. És rajtuk kívül is még számos olyan barát, családtag, illetve ismerős volt, aki úgy gondolta, hogy érdemes ezért az ügyért összefogni. Szeretném azoknak is megköszönni, akiknek név szerint most nem tettem ezt meg, de vagy a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Tagjai, vagy a Mezőtúri Intézményellátó Kft.-nél dolgoznak, hiszen ők is rendkívül sokat tettek azért, hogy itt lehessünk ezen a mai estén. És külön köszönjük Molnár Andinak a díszítést, hiszen azt gondolom, hogy nagyon kitett magáért, és egy nagyon szép körülmények között egy jó hangulatban lehetünk itt a mai nap folyamán. Előre is köszönjük a placnak a minden bizonnyal, mivel már régóta ismerjük őket, rendkívül finom vacsorát. Szerettük volna, hogyha tényleg egy nagyon jó estén lehetünk itt a mai estén. Én is szeretném megköszönni képviselőhöz, az elnök úrhoz hasonlóan azoknak a támogatóknak, támogatóiknak, akik nélkül hosszú-hosszú évek óta nem így működne a mezőtúri sportélet, ahogy működik. Egy számot szeretnék megosztani mindenkivel, amely rendkívül sokat mondó. Tekintettel arra, hogy elképzelhető, hogy sokszor hazahúz a szívem, de a kézilabda számaiban vagyok a legjobban otthon. Sose felejtem el, hogy 2011-ben, amikor a TAU időszak elindult, körülbelül 40 sportoló volt, aki kézilabdázott utánpótlás korban mezőtúron, ez ma már több mint 230. És ugyanezek a számok mutatkoznak meg labdarúgásban, tekében, asztali teniszben, és sok-sok sportágat tudnék még sorolni. Köszönjük a sportolóknak, köszönjük a szülőknek, és köszönjük a támogatóiknak, így tovább mindenkinek ezt tudnám mondani. Nem maradt más hátra, kedves hölgyek és urak, mint valakit külön köszöntsek a mai nap folyamán. Amikor valaki elindul a sportéletben, akkor azt gondolom, hogy egy alapvető célja biztos, hogy van. Ez pedig az, hogy érezze jól magát, mozogjon a mindennapokban, és tegyen azért, hogy kicsit a testmozgása elérje azt a célt, hogy karban tartja magát. Valakik pedig sokkal komolyabb és sokkal messze menőkibb célokat tűznek ki maguk elé. Szeretnének versenysportolók lenni, szeretnének nemzetközi szinten is bizonyítani, szeretnének hazai, illetve nemzetközi bajnokságokban is megmutatni, hogy mit tudnak, képviselve ezzel városukat, országukat. Van közöttünk egy vendég, aki elfogadta ma a meghívásunkat, a magyar női kézilabda válogatott mezőtúri tagja, Juhász Gréti.
Kedves Gréti, engedd meg, hogy kiemelten köszöntselek a mai este folyamán, ahogyan a MAFT jubileumi rendezvényen is tettük a díszteremben. Engedd meg, hogy röviden annyit mondjak, hogy rendkívül büszkék vagyunk rád. Azt kívánom mindenkinek, hogy hasonló célokat tűzzön ki maga elé, mint te, és hasonlóan eredményesen tudja azt megcsinálni, ahogyan te tetted ezt az elmúlt években. Nagyon büszkék vagyunk rád, további sok sikert, és minden jót kívánunk neked és kedves családodnak is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy itt vagytok. Nagyon jó szórakozás, jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, polgármester úr. Szeretném felkérni Szűcs Lajos urat, hogy mondjon néhány gondolatot. Szűcs Lajos, tehát a mikrofonnál a MAFC sportegyesület elnök helyettese. Jó estét kívánok! Szevasztok, bulizók! Néhány gondolat és néhány információ. A szervezők azt kérték tőlem, ha 100 év, akkor 100 percig beszéljek már a múltról. Gondolom, kicsit sok. Hát hasonló, majdnem 100 volt, de mégsem volt 100. Ezért tekintsük úgy a mai estét, hogy a 100 éves jubileumi torta Gyertyai fénye helyett ezt a nagyon szép és komoly díszletet kaptuk a mai estéhez. És a várost, ha megemlítik, mindig elmondom, hogy reményekben, vizekben, sportsikerekben, és remélem holnaptól elmondhatjuk, hogy jó bulikban is nagyon jó. Ami nagyon fontos, én nem is a múltról szeretnék nagyon beszélni, hiszen a múlt dicsőségét, annak sikereit, kudarcait, válságát és reményeit ma itt ebben a rövid beszédben nem lehet összefoglalni. Beszéljünk inkább a jövőről. Én azt kérném a jövőtől, és tőletek is, sportolók, sportvezetők, edzők, rokonok, szülők, barátok és sportrajongók, és főleg a fiataloktól, hogy próbáljátok megőrizni a sportot úgy, ahogy van, mert jön, és már itt van, ez a műanyagos, túl digitalizált, robottechnikával teli világ, és én nem szeretnék robotok mérkőzésére járni. Az emberi teljesítményekre, az akaratra, a hitre és a tiszteletre van szükség a sportban. És ezt próbáljátok meg átadni, és minél tovább megőrizni. Ez lehet a jövő egyik záloga. Sportolónak maradni, és sportolni legyen dicsőség és kihívás. Én nem is szeretnék ennél sokkal többet mondani, azonban a mai este kezdődjön már egy kis vetélkedővel. Ezt nem osztottam meg senkivel, hogy mire készülök. Tulajdonképpen nem sok mindenről van szó. Elhangzottak már itt nevek, és a jó bulihoz jó hangulat szerintem a csapadék már érkezett hozzá egy-két asztalhoz. Én találtam otthon a pincémben egy üvegitalt, az van ráírva, hogy zicser. Zicser, ugye ez általában elmondja a lényegét. Azt kérném, 6 sor asztal van, és a férfiaktól kérném elsődlegesen, tehát ha magamról azt mondom, hogy én hangosan tudok kiabálni és szurkolni, és szarvason is meghallják, ha kinyitják az ajtót, ebben a teremben is vannak olyanok az asztalon, akik ugyanígy ezt meg tudják tenni, nem akarok most neveket sorolni, de tartsunk már egy kis vetélkedőt itt a mindenek előtt, és ha az urak megtennék, 68-an legyen az bármilyen sportága tűző, vagy csak aki jól szeretné érezni magát, és az asztaloknál egymás után felállnának mondjuk attól az asztalnál az első 6-8 fő, majd itt tovább. Tartsunk már egy kis vetélkedőt, és háromszor mondjuk el minden asztalnál, hogy hajrá, MAFC, jó? Ígérem, ez az ígyszer felérhető üveg, ez oda fog kerülni, amelyik leghangosabb asztal lesz, jó? És a zsűritagoknak felkérném a jelenlévőket itt mellettem. Reméljük elfogultság nélkül tudnak majd ítélkezni a hangerőről, jó? Melyik asztal kezdi el? Álljatok föl 6-8-an urak, amit... Az az egyes. Akkor döntsétek el, ki kezdi, szabad a pálya. Valaki legyen vezér, számoljon be. Uraim, füleket nyissuk ki.
Köszönöm. Kezdéstek nem rossz. Másik asztal. Második asztal? Kettes asztalnál lévők. Nem baj, ha leestek a díszletek. Mondjátok nyugodtan. Köszönöm. Hármas asztal. Valaki számoljon be, és kezdjétek! Úgy hallom a hangokon, hogy itt nem ice-tival volt a bemelegítés. Következő asztalt, ha megkérhetném. Számolja, mert valaki kezdjétek. Következő sor. Hatos asztal, sor. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megadtátok. Nagyon hálás vagyok nektek. Jó bulizást kívánok. Holnap reggel jó ébredést. Mert lazulni csak azt tud, aki a pályán megfeszülni tud. Hajrá, mezőt tud! A zsűrit mindjárt kifaggatom. Egy kis türelmet kérek. Oké. A beérkezett szavazatokat megszámoltam. Nagyon szoros volt a hármas, hatos és mondjuk ki a focisták között a verseny. De mivel akik a nézőtéren vannak, azok a legnagyobb szurkolók, és a hatos asztalnál, akik felálltak többségében, oda tartoznak. Balaskó Laci hangját kihallottam, gyere ki, légy szíves! Köszönöm a jó szándékot, hogy részt vettetek benne, további jó szórakozást kívánunk.
Köszönöm szépen még egyszer Herceg Zsolt országgyűlési képviselőnek, elnök úrnak, Szűcs Dánielnek, Mezőtúrváros polgármesterének, valamint Szűcs Lajosnak, a MAFC elnök helyettesének megnyitó gondolatait. És mielőtt ezeket a finom ételeket elfogyasztanánk, kicsit hangolódjunk rá a mai esténkre. Ugyanis itt van velünk a mai napon Meszlényi Viktória és Kizsmárki János, a KNER TSM táncosai, akik egy csacsacsával készültek nektek, önöknek, fogadjátok nagy szeretettel őket. All right, so for this next song, there are two critical words that you must know. The first is hey, and the second, it comes from deep, deep, deep within, and it's woo. It's not really a word, but I think you guys are gonna start to get the idea, right? With a child ain't got no hope. Come on. Out of work, out of time. Oh, my winter's coming on. One meal ain't enough for three. This is the way it's supposed to be. Daddy just won't have mama raising family. Hölgyeim és uraim, Meszlényi Viktória és Kizsmárki János táncát láthattuk. Egy nagy tapsot kérek szépen még egyszer neki. Köszönjük szépen, hogy emelték a mai bál színvonalát.
munkáját. Szeretnénk megköszönni még egyszer azoknak, akik rendezvényünket támogatták, többek között Mezőtúrváros önkormányzatának, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek, a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft-nek, Szűcs Lajosnak, Kontér Bélának, a Terbitúr Kft-nek, a Szabadság Mozinak, Hártó Anikónak, a Minerva Kont Számviteli és Szolgáltató Kft-nek, Szűcs Orosz Anna Máriának, az Ancsartnak, valamint a Korzol Műszaki Szaküzletnek is. És ahogy már elhangzott, a finom vacsoráról a Plac Bistró gondoskodik, az este italairól pedig a Mezőtúri Intézmény Ellátó Kft-je, vagyis annak pontosabban a büféje és a büfés hölgyek állnak a rendelkezésükre, rendelkezésetekre. A vacsora után pedig a Fun Company zenekar biztosítja majd a talpalávalót, illetve érkezik majd Kollányi Zsuzsi is, hogy egy fergeteges hangulatú buli legyen. Én mindenkinek nagyon jó étvágyat és jó szórakozást kívánok, fogyasszatok és érezzétek jól magatokat. Kedves hölgyeim és uraim, fogadjátok nagy tapssal a színpadunkon a mai este sztár vendégét, Kollányi Zsuzsit! Ó, nagyon kedves fogadtatás, köszönöm szépen! Igazán kedves? Akkor számítatok arra is, hogy táncolni is fogtok meg minden? Mivel úgy tudom, hogy utánam jön egy csodálatos parti zenekar, így hoztam pár ilyen feldolgozás dalt is, hogy egy kicsit előmelegítsem a helyzetüket. Lehet, hogy vissza kéne majd mennem a színpadra, mert ahogy hallom, gerjedek, mint az őrület. Igen, hallom a ládákban. Szóval szerintem kezdjünk is bele, aztán akinek van kedve, az nyugodtan álljon föl a srácokkal együtt, meg fogyasszatok mindenképpen, és érezzétek magatokat minél jobban. Köszönöm.
nincs harc, dolgok nincs erőszak. Amit hallasz, az a kezdet. Nap megtobak vagyok, látom, hogy remeg a lábad. Annyit mondok, hogy éve már, ha mindenki nyer, senki sem veszi. Remeg az elő a köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Na, hát megyünk tovább, bár még nem tisztázott. Ojjaj! Hát nyár már ugyan nincsen, ellenben jó hideg van legalább. Jó kis messzi-messzi kontinensre utazunk. A szöveget ismeritek? Amikor jelezzük felétek, hogy támogatást várunk, akkor mi ezt marha komolyan gondoljuk, legyetek kedvesek, Gabival együttműködve, a szöveget ismerve természetesen, segíteni nekünk, figyelj! Megmondtam, hogy mindig itt legyek, majd utazgatok, mert utazgatok.
Thank you.
van Amerika, visszainteget. Köszönjük szépen!